Bíróság elé viszi Romániát az Európai Bizottság a magas légszennyezettség miatt. Az EB 6 uniós tagállam ellen készül kötelezettségszegési eljárást indítani, közöttük található Románia és Magyarország is. Romániát a légszennyezettségi határértékek túllépése és a megfelelő intézkedések hiánya miatt marasztalnák el. Románia, Magyarország és Olaszország ellen a szállópor tartósan magas szintje miatt indul eljárás, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ellen pedig a nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékek túllépése miatt. Különösen figyelni fogok arra, hogy mennyire követik a levegő minőségét valamennyi tagállamban. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy egyes tagállamokban még csak nem is figyelik a levegő minőségét, még a legszennyezettebb övezetekben sem. A kötelezettségszegési eljárások azonban önmagukban nem az ügy lezárását jelentik. A végső cél az európai állampolgárok védelme, a tiszta levegő biztosítása minden európai állampolgár számára. További három tagállam, Csehország, Spanyolország és Szlovákia esetében az EB úgy ítélte meg, hogy a tervezett intézkedésekkel helyes végrehajtásuk esetén képesek lesznek elfogadható szinten tartani a légköri szennyezettségi mutatókat.